Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára. Nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Kezdjünk is hozzá. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Csodás világban élünk, még a technikát is elrontják. A lentiek, nem a fentiek, a lentiek. Ugye mit jelent az, hogy fentiek, lentiek? Na most, én 1987 óta foglalkozok emberekkel, 91-től dolgozom csapatban, 91-től szervezek embereket, 93-tól van saját szervezésű csapatom, azóta van saját szervezésű csapatom, több tízezer emberrel dolgoztam személyesen együtt, közvetlenül vagy közvetve, és több százezer embernek vittünk el valami életjobbító lehetőséget. Ezért mondom ezt, mert ezáltal van egy kis tapasztalatom az emberek működésével kapcsolatban, és a következőt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy azt tapasztaltam, hogy annak idején ugye nem tudtam azt, hogy mennyit számít egy ember életében, hogyha van hite. Én azt gondoltam ugye a múltban, hogy az a fontos, hogy az embernek legyen célja, mert nekem ezt mindig ezt tanították a 90-es években, az elején, 90-es évek elején, hogy legyen célja. És akkor lesz eredményes igazán, hogyha lesz célja. Na, ez valamennyire igaz, mert annak idején, amikor még a hitem az más szintű volt, mint most, de voltak céljaim, és ugye talán abban különböztetett meg a sikerességben a többi embertől, tehát azért lettem talán az átlagnál eredményesebb, sikeresebb, mert én a céljaimban is hittem. De a céljaimban, ugye a célok azok mindig anyagi természetűek voltak, vagy valamilyen szinten kapcsolódott az anyaghoz. És hát de az anyagi természetű céljaimban is hittem. Ami azt jelenti, hogy miben hittem, tehát olyan természetű anyagi céljaim voltak, ami az emberek javát szolgálhatta, de anyagi dolgokban. Tehát gondoljátok végig, olyanban voltunk piacvezetők a múltban, ami abban segített az embereknek, hogy több pénzük legyen, de szó szerint értsd, ezt adókedvezmény véget tudták elérni, hogy több pénzük legyen, ezáltal lettünk piacvezetők két területen is, ugye a 90-es években, meg a 2000-es években. Tehát mind a két alkalommal, de azért, mert olyan dologban hittem, mivel az egésznek ugye én voltam a vezetője, olyan dolgokban hittem, ami plusz pénzt jelentett az emberek számára. De a pénz az anyag. Tehát ugye akkor megtapasztaltam azt, hogyha olyan célja van az embernek, tehát konkrétan akár nekem, vagy úgy is lehetne mondani, hogy nekünk, ami anyagi szempontból az emberek javát szolgálja, az valamennyire jó. Tehát az már egy jó kategória, és abban eredményeket lehet elérni. Csak én azt láttam, hogy amikor eredményesek lettünk az anyagi téren, akkor elkezdtünk pénzügyi érdekeket sérteni. Méghozzá kőkeményen, tehát az anyagi világban én azt látom, hogyha kiemelkedő eredményt érsz el, és nem vagy eléggé hosszú nyelvű, és nem tudsz embereknek eléggé nyalni, így van, és nem tartozol a hatalmi körbe, akkor tuti, hogy anyagi érdekeket fog sérteni, és ez nem csak a pénzügyi világban van így, hiszen én tapasztaltam azt is, hogy például valamilyen
bolthálózata volt egy ismerősnek, érted? És azon a környéken, abban a bolthálózatban neki volt a legtöbb boltja, tehát abban a típusú üzletágban neki volt a legtöbb boltja, és megkeresték a hatalomból, hogy vagy eladja, vagy tönkreteszik. Ugye nekem is a pénzügyi területen, mikor pénzintézet vezető voltam, ugyanez volt annak idején, nekem nem mondták azt, hogy tönkretesznek így nyíltan, hanem egyszerűen azt mondták, hogy adjam el. És én mondtam, hogy nem. És mert nem eladó. És addig mondták, hogy adjam el, míg én azt mondtam, hogy nem, végig azt mondtam, hogy nem eladó, míg el nem érték azt, hogy tönkretegyék magát a pénzintézetet. És lényeg az, hogy tehát ez nem csak a pénzügyi területen tapasztaltam én ezt, hanem mások is megtapasztalták, amiről ugye nekem beszámoltak, már ebben a században, hogy más területen, nem pénzügyi területen, tehát egyszerűen bolthálózatban, ha nem adta el, akkor fogták és tönkretették, illetve kénytelen volt eladni, hogy ne tegyék tönkre. Világos ez? Tehát egy olyan világban élünk, ahol kiemelkedő eredményt az anyagi világban csak akkor tudsz csinálni, hogyha mondom jó hosszú nyelved van, lehetőleg gumigerinced, érted? És a hatalomhoz tartozó embereknek lefeküdsz, szó szerint lefeküdsz. Tehát ez, mondhatnánk azt, hogy ez az újkori maffia, mert a régi kori maffia az az volt, hogy a boltoknak tejelni kellett, tudod, a maffia részére. Most nem tejelni kell, hanem elveszik, tehát kész. Ha nem veszik el, akkor pedig az van, hogy gyakorlatilag padlóra küldik, így van. Tehát nekem is megpróbálták egyébként elvenni, csak én áthelyeztem abból az embereket egy másik pénzintézetbe, és ezért inkább fogták és felszámolták azt a pénzintézetet. Szóval lényeg az, hogy nekem nem tudták átvenni, mert fogtam és mondom, kifogyasztottam az embereket a pénzintézetből. Tehát mondhatni azt, hogy a káposzta is megmaradt, meg a nem, a káposzta se maradt, meg a kecskék se jártak jól. Érted? Jó, szóval, tehát ez ilyen faramuci dolog lett az egész, de az emberek végül jól jártak, mert több pénzhez jutottak jócskán, mint amire számítottak. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye megtapasztaltam azt, hogy mennyire fontos, hogy az embernek legyen hite, például ugye az imént említettem, hogy akkor, amikor pénzügyi vagy anyagi világhoz tartozó dolgokkal foglalkozik az ember, akkor is mennyire fontos, hogy legyen hite. Na most a 21. századtól meg megtapasztaltam, hogy nem ez a legfontosabb, hogy anyag, hanem megtapasztaltam azt, hogy az a legfontosabb, hogy két dolog lett a legfontosabb. Ez igaz, hogy nekem a 20. században is az fontos volt, hogy olyat nyújtani az embereknek, amivel az embereknek jót teszünk, amivel az emberek javát szolgáljuk. Tehát ugye ez megmaradt, hogy fontos, hogy olyan dologgal foglalkozzon az ember, amivel emberek javát szolgálja. De van még egy dolog, ami ehhez hozzájött, és ez pedig az, hogy az ember olyan dolgot nyújtson az embereknek, amihez maximálisan a jóistennek, a teremtőnek, vagy teremtőknek, fentieknek, kinek hogyan jobban tetszik ez a dolog, ez létfontosságú. Tehát a fentieknek legalább annyira fontos, mint az embereknek. Érted? Tehát rájöttem arra, hogy ha az ember olyan dologgal foglalkozik, ami nem csak az embereknek fontos, hanem a fentieknek is nagyon fontos, akkor még inkább segítve van az a tevékenység, amit az ember csinál. Miért? Mert
lényeg az, hogyha az ember olyannal foglalkozik, ami a fentieknek is fontos és nem csak az embereknek, akkor még inkább másként működnek a dolgok, pozitívabban természetesen, mint hogyha csak az anyaggal foglalkozik, mert az anyaggal egy gond van, hogy az anyagi támogatottság az nem fenti támogatottság. Az anyagi támogatottság az egy, tehát a, hogy hívják a szex csakrát? Gyökér csakra, nem jutott eszembe a neve. Az anyag a gyökér csakrához kapcsolódik. Tehát ami azt jelenti, hogy egy alsóbb energia az anyag. Na most, tehát a gyökér csakrához kapcsolódik az anyag, tehát az anyag és a szexualitás, az akármilyen hihetetlen, az körülbelül azonos energia. Mert mind a kettő a gyökér csakrához kapcsolódik. Ugye a szellemi dolgok meg a korona csakrához kapcsolódnak, gondoljátok végig, az mennyivel feljebb van, mint a gyökér csakrád, érted? De bár valaki ezt a kettőt összekeveri, tudod? Tehát olyan a itt lent, mintha itt lenne, vagy ott lent, mintha ott lenne, érted? Szóval lényeg az, hogy nem a fejével gondolkodik, hanem a nemi szervével. Tehát sokan ilyenek, beleértve már nem csak a férfiakat, hanem a hölgyeket is sokan ilyenek. Tehát ami azt jelenti, hogy egy alantasabb dolog akármilyen hihetetlen, alantosabb dolog az anyag, mint a szellemiség. Na most ennek következtében, hogy egy alantosabb dolog az anyagi dolgokat, többek közt a szexet is, támogathatják olyan lények, amely nem eléggé pozitívak. Tehát nem fentiek. Nem tudom, elég világos voltam. Az mit jelent? A világban rengeteg fajta energiájú entitás létezik. Mondhatod azt, hogy istenek, mondhatod azt, hogy földön kívüliek, de azért nem jó a földön kívüli megnevezés, mert a földben is vannak energialények. Méghozzá alacsony entitású, alacsony energiaszinten lévő lények, energialények, amelyek testet is tudnak ölteni, ha akarnak, de energialényekről van szó. Egyébként te is egy energialény vagy, csak emberi testbe vagy bújtatva, és a lelked maga az energialény. Na most, ha ezt tovább nézzük ezt a dolgot, az a legfőbb probléma, hogy rengeteg olyan entitás, tehát energialény, értelmes energialény létezik a világegyetemben, amely különböző frekvencián rezeg. Ami azt jelenti, hogy az egész alacsony frekvenciától kiindulva az egész magas frekvenciáig találhatók energialény csoportok a világegyetemben. És ezen a Földön az elmúlt évmilliárdokban mindenféle energialények megfordultak. Azt mondja, hogy a 13. századig gyakorlatilag átjáróház volt a Föld. Tehát jöttek, mentek szabadon a különböző energialények. Oké? Ez azt jelenti, hogy jöhettek, mint energialények is, és jöhettek testbe bújva is. Ha testbe bújva jöttek, akkor természetesen kellett hordozó eszköz is, ami elhozta őket. Energialényként nem kell hordozó eszköz. Energialényként, ha nincs korlátozva, akkor szabadon közlekedhetnek az univerzumba. De ha korlátozva van, mint például a bolygón körül van korlátozás, tehát itt emiatt a korlátozás miatt nem jöhetnek, mehetnek az energialények, csak kontroll útján, tehát hogyha
Tehát gyakorlatilag kontroll, és beengedik vagy nem engedik, itt ez a kérdés, de akik itt bent vannak, azok bent vannak, és a Földön sajnos vannak energialények, értelmes, az embernél értelmesebb energialények, akik igen alacsony rezgésűek, de olyan energialények is maradtak itt, akik magasabb rezgésűek, de nem azonos rezgésűek a Teremtővel. A Teremtő a legmagasabb rezgésű lény a világegyetemben, és a Teremtőnek van olyan csapata, saját csapata, társadalma, mondhatjuk azt, akik azt az energiát követik, ami a teremtői energia. És a mi gazdáink, szó szerint gazdáink, akik most uralják a naprendszert, azok a teremtőt követő energia lények. Világos ez? Na most, de mint az említettem az imént, rengeteg olyan társadalom, energialény társadalom van a világegyetemben, ennek utána tudsz nézni egyébként, amely különböző energiaszinten helyezkednek el, és saját társadalmat alkotnak függetlenül a teremtőtől. Mi se vagyunk közvetlen kapcsolatban a teremtővel, hanem az ezekken az energialényeken keresztül, akik birtokolnak minket, mit jelent az, hogy birtokolnak minket? Szó szerint ez azt jelenti, hogy az emberi lény nem született volna ide a bolygóra, tehát te nem születtél volna, ha ők nem segítkeztek volna abban, hogy te ide szüles. Világos ez? Egyébként ezekben a dolgokban nem kell hinned, nekem tök mindegy, hogy te miben hiszel, gondold végig, melyik a logikusabb, gondold végig, hogy melyik az, amelyik számodra szimpatikusabb, melyik az, ami számodra szerethetőbb, melyik az, ami számodra sokkal, de sokkal jobban elfogadható. Az, hogy te egy ilyen típusú társadalom része vagy, mint amit most elmondom, vagy azt, amit tanultál az iskolában, vagy esetleg a vallásokban. Engem nem érdekel, megmondom őszintén, hogy te mit tanultál az iskolában, vagy mit tanultál a vallásokban. Én tudok, amit tudok. Miért? Mert van nekem olyan kapcsolatom a fentiekkel, az égiekkel, akik az információt átadják számomra. Na most, akkor menjünk tovább. Tehát mivel különböző entitások vannak, ez azt jelenti, hogy különböző szintű társadalmak, energialény társadalmak vannak a világegyetemben, annak vannak itt maradékai a bolygón, sőt, mivel energialényekről van szó, és mivel sokkal nagyobb tudású energialényekről van szó, mint az ember is nagy tudású lenne, hogyha nem vennék el mindig a tudását minden leszületés előtt, nem is ez a lényeg, majd akkor, mikor visszakerülsz, visszakapod az összes tudásodat, de az ahhoz még azért egy kicsit tenned kell, hogy ez bekövetkezzen, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy képzeljétek el, ez úgy működik, hogy mondjuk van egy társadalom, mit tudom én, valamelyik naprendszerben, valahol, mit tudom én, sok-sok fényévre, és ha azok közül ilyen nagy tudású energialények voltak itt a bolygón, akár egy is, az mentális kapcsolatot, valamilyen szintű mentális kapcsolatot tud fenntartani a bolygón lévő energiákkal. Hoppá! Ami azt jelenti, hogy tud esetlegesen befolyásolni embereket akár több fényévről. Érted? Na most, ez lehet, hogy hihetetlen, engem nem érdekel, hogy te mit hiszel, mondom. Én tudom, hogy hogy van, de az biztos, hogy ezen a bolygón mindenféle energiatartományú entitás megfordult itt az évmilliók során. És aki energiát akar kapni, az fenntart jelenleg kapcsolatot az emberekkel, amiről az emberek
nem feltétlenül tudnak. Most mondok példát. Az egyik legismertebb ilyen energia lényt úgy hívnak, aki testet is öltött a bolygón, hogy Jehova. Oké? Jehovára sokan azt gondolják, hogy az a teremtő Isten. Hát a nagy büdös ménküt azt. A Jehova az egy olyan energia lény, mint te saját magad, ha a testedet leszámítod, csak ő neki nincs elvéve a tudása, amióta a teremtő létrehozta. Neked, mikor a teremtő létrehozott, ugye egy ideig működhettél szabadon, de mióta itt vagy a Földön, nem vagy szabad. Na szóval lényeg az, hogy ez a Jehova vagy Jahve, kinek jobban tetszik, ez itt volt. Mikor elsősorban Mózes idejében. Ha valaki ismeri valamennyire a Bibliát, akkor tudja, hogy ez hány ezer évvel ezelőtt volt. Mózes idejében. És akkor ugye itt elindított egy hitet. Azért mondom, nem vallást mondok, mert ő egy hitet indított el, a benne hitet. Hogy higgyenek bizonyos emberek benne. Ez a hit azóta is fennáll, és minél többen hisznek egy ilyen energialényben, egy ilyen entitásban, akárhol van a bolygón, mert ő nincs jelen a bolygón, ő elment innen, de a hitünk révén energiát adunk neki, és az azt jelenti, hogy erőt adunk neki. Ez olyan, mint mikor neked rossz állapotod van, és bemész egy olyan társaságba, ahol jó állapotú emberek vannak, és energiát kapsz azoktól a jó állapotú emberektől, és ezáltal neked erőteljesebb leszel, energikusabb leszel, stb. Stb. Na ők ezt meg tudják csinálni, akkor akár sok fényévnyire is. Világos ez? Nem kell ahhoz nekik jelen lenni. És így működik például Shiva is. Oké? Ő sincs jelen. Akkor mit tudom én még kik? Mindegy, sokan így működnek, jó? De lényeg az, hogy hogy tudnak ők működni? Tehát úgy, hogy ők leváltak, önállóak lettek a teremtőtől. Érted? Önállósodtak a teremtőtől, ami azt jelenti, hogy nem tolják a teremtő szekerét. Sőt, vannak köztük olyanok is, akik ellentétesek nézeteket vallanak a teremtőhöz képest. Na most, és elsősorban hogyan tudnak energiát nyerni? Nagyon egyszerű, hogy azt segítik, mivel alacsony entitások, alacsony energiájú entitásokról van szó, azt segítik, hogyha egy ember, például vannak annyira alacsony entitások, akik azt segítik, hogy mondjuk másokat elnyomjon. És ha másokat elnyom, akkor például anyagiakkal jutalmazzák. Világos ez? Akár olyan szintig, hogy gyilkoljon. Érted? Nézzétek meg a Földön, hány olyan bérgyilkos van mondjuk, aki sokkal jobb anyagi körülmények között él, mint mondjuk te. Világos ez? De ha valaki gyilkos, az nem lesz boldog sose. Világos ez? Tehát én még boldog gyilkos katonát sem láttam életemben, meg nem is hallottam róla.
Tehát a lélek az a gyilkolástól nem érzi jól magát. Érthető ez? Szóval a lényeg az, hogy lehet, tehát az a baj, nem lehet, hanem az a baj az anyagi célokkal, hogy mi van, hogyha azt a célt, amiben te hiszel és anyagi természetű, és ez neked működik is, és segít, azt érzed, hogy kapsz támogatást arra, bár sok ember azt gondolja, hogy minden saját magától függ, és ő nem kap támogatást, mert akkora egóval rendelkezik, hogy azt gondolja, hogy ő a Superman. És mi van akkor, hogyha azt a támogatást, azt a segítséget, azt olyan entitástól kapod, amely téged csak kihasznál? És ezzel nyer ő energiát. Tehát azt jó, ha tudod, hogy a világegyetemben kicsit hasonlatos a működés, mint itt a Földön, ami azt jelenti, hogy ami kicsiben, az nagyban. Ugye ismeritek ezt a mondást? Vagyis arról szól a történet, hogy a térből a térből teret nyerni. Érted? Tehát a térből minél több teret nyerni. Érted? Miről szólt a történelem? A Földön minél többet, több földet elfoglalni, nem? Hát az univerzum az nem elsősorban a Földről szól, meg nem elsősorban bolygókról szól, meg csillagokról, hanem megnézed, az univerzum nagy része az tér, amiben van anyag, amiben van nap, vagy naprendszer, azon belül bolygók, stb. Stb. De megnézed például a naprendszert, térfogatát, hát annak a nagyon nagy része az nem anyag. Tehát ugye arról szól a történet az univerzumban, hogy az univerzumból teret nyerni. Világos ez? Másodszorban, mivel már nincs lélekteremtés, lelkeket megszerezni. Mert minél több a lélek, és minél képzettek a lelkek, annál nagyobb esély van arra, hogy még több teret nyerjenek a térből. Világos ez? Nem tudom, mennyire világos. Oké? Kicsiben is ez így működik. Hát ha megnézed, itt van a világunk, és azt látod, hogy mit tudom én, miért robbant ki ez a háború? Mert a nyugat, beleértve elsősorban Amerikát, teret akart nyerni, földet, területet akart nyerni. És Ukrajnát be akarta kebelezni. Az oroszok meg egy ilyet bemutattak. Oké? Okay? És most azért van háború, mert az orosznak szomszédja, és lépett. Világos ez? És lépett a saját érdekében. Világos ez? Tehát ő már évek óta mondja, hogy ne telepítsenek a határaihoz rakétákat. Évek óta mondja. Évek óta mondja, hogy ne akarják, hogy Ukrajna az NATO meg EU-s ország legyen. Évek óta mondja. És azt is, arra is figyelmeztette a nyugatot, hogyha tovább csinálják ezt, akkor lépni fog. És lépett. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy ez most indult. Évek óta mondják ezeket az oroszok, hogy ne csináljanak ilyet. Ne telepítsenek a határaihoz rakétát, mert ő sem telepít. Ne telepítsen. Hát most gondoljátok végig, mekkora ramazurit csináltak az amerikaiak, mikor az oroszok Kubába akartak vinni rakétát. Óriási cirkus. Most
az amerikaiak mekkora cirkuszt csináltak belőle. Most mind csodálkoznak, mikor az ő határához telepítgetnek rakétákat, meg az ő határvidékét akarták NATO országgá tenni. Határvidék azt jelenti Ukrajna. Az ő határvidékét akarták NATO országgá tenni. Hát persze, hogy lép, hát ez természetes dolog. Ha te lettél volna Putyin helyébe, te is léptél volna. Világos ez? Hát egyszerűen kénytelen lettél volna lépni. Mert láttad volna, hogy a te területi épséged, a te szuverenitásod, Oroszország szuverenitása függ ettől a kérdéstől. Érted? Hát te is léptél volna. Nyilvánvaló. Oké? Na most, és ugye mit lehet ilyenkor lépni? Hát gyakorlatilag belekényszerítették őt ebbe az összeütközésbe, csatába, háborúba, stb. Minek nevezzük. Jó? Na, mindegy. Visszatérve, tehát rájöttem arra, ugye meg információnként megkaptam, hogy rengeteg ilyen entitás van, és ami az anyagra ad támogatást, ott oda kell figyelni, hogy az milyen entitás küldi. Világos ez? Tehát főleg ugye olyan embereket lehet befolyásolni a különböző nem pozitív entitásoknak, akik nagyon anyagi centrikusak. Tehát nagyon az anyagi világ rabjai. És ezt meg is csinálják természetesen. Ami azt jelenti, hogy ha olyan dolgokat csinál, ami az anyaggal kapcsolatos, már pedig a gazdagodás, tudod mit jelent? Hogy másoknak annyival kevesebb lesz. Tehát az anyagi javak, az azt jelenti, hogyha a te kezedben több anyagi javak vannak, akkor mások kezében annyival kevesebb lesznek. Világos ez? Tehát nem a semmiből nem lehet anyagi javakat teremteni. Érthető ez? Tehát az anyagi javak azt jelenti, hogy elvileg a semmiből lehet anyagi javakat teremteni. Tudod, hogy ezt megcsinálták? Hogy fogják, kivisznek mondjuk innen valakit nyugatra tanulni, mondjuk USA-ba, egy egyetemre. Úgyhogy csóró szegény. És 5 év múlva úgy jön vissza, hogy van egy bankkártyája, amit tele van lóvéval. Érted? Tehát virtuálisan ráraktak, csináltak, nem virtuálisan, csináltak neki pár száz forintba átszámítva, tehát mondjuk pár dollárért, csináltak neki egy mágnes kártyát, oké? Egy plexitből. És az egy bankkal összeköttetésben van, és virtuálisan elhelyeztek neki nem kis összeget. Oké? Ezt meg lehet csinálni. És amikor ő lehív róla pénzt, nyilván egyszer nem tudja lehívni. Úgy van megoldva, hogy részletekben lehessen lehívni. Lehív róla pénzt, akkor pénzt ki tud venni. Világos ez? Tehát ma a pénz mögött nincs effektíve aranyfedezet, hanem azt mondják, hogy a termék a fedezet. Tehát például állítólag a dollárt az petrodollárnak hívják, mert az olaj a fedezete. Ezért robbant ki az iraki háború, mert Irak nem dollárban akarta az olajat eladni, nem dollárban akart kereskedni az olajon, hanem eurón. Eurón.
és fogták, és gyorsan kiiktatták ugye az iraki elnököt, meg az egész pereputját, úgy ahogy volt, meg a hatalmon lévőket, és visszaállt a rend. Oké? Tudod, miben fog nagyot szopni az amerikai hatalom? Ha az oroszok és a kínaiak fogják, és összefognak, és csinálnak egy közös, nem, egy közös aranyfedezetű pénzt. Egy közös pénzt. Még nincs, hivatalosan nincs kint. Van már régóta vannak ilyen tárgyalások, méghozzá ugye azt mondja, hogy azt mondja, hogy Oroszország, Kína, Irak, nem Irak, bocsánat, Irán, azt mondja Dél-Afrika, Brazília és India között. Így van. Van ilyen tárgyalás, BRICS országok, és ugye a C az a China, az S az a Dél-Afrika, azt hiszem, azt mondja a B az a Brazília, így az L a Ruszki, a BRICS meg a... Nem az Irán? Nem az Irán. Én Iránra emlékezem. Nem az Irán, nem India. Na mindegy, lényeg az, hogy én Iránra emlékszem. Na mindegy, nem Indiára. Tehát Irán. És, de nincs meg az, hogy ezt megcsinálják, de ha tovább feszíti a húrt az USA, akkor meg fogják csinálni. Meg fogják csinálni. És onnantól kezdve akkor elveszíti a világ uralmi helyzetét a dollár, ami most azért működik még az USA, tényleg azért működik még az USA, mert a dollár a világ uralmi pénz, és mindent a dollárhoz viszonyítanak, még az aranyat is a dollárhoz viszonyítják, és ezáltal ugye elveszíteni az Amerika, elveszíteni azonnal a világ uralmi pozícióját, hogyha már, és ugye ha már elkezdenének más fontos valutával kereskedni, mert ugye én erről úgy hallottam, hogy ezért van az, hogy vásárolják fel az aranyakat, ugye az oroszok is, meg a kínaiak is, hogy meg tudják csinálni az aranyfedezetű közös valutát, devizát. De mindegy, ez most csak részletkérdés. Na szóval térjünk vissza arra, hogy megtapasztaltam azt, hogyha az ember olyan dolgot csinál, ami a fentieknek tetsző, akkor még másabb a segítség. Mit értünk ezzel, hogy még másabb a segítség? Tehát honnan tudni azt, hogy mennyire olyan dolgot csinál az ember, ami a fentieknek tetsző? Na most ezzel kapcsolatban van egy szabály. A szabály a következő. Van 8 dolog, 8 terület, tehát nem 10, most 8-ról beszélek. Vagy te önmagad, van a családod, mi a család? Akikkel együtt élsz. Akivel nem élsz együtt, az nem a családod tagja. Világos ez? Hiába gondolod azt, hogy közvetlen hozzátartozod, de ha nem élsz vele együtt, már nem családod. Ő neki van egy saját családja. És ha ő egyedül él valahol tőle távol, akkor neki nincs családja, egy család nélküli egyén. De attól, hogy ő egyedül élte, 50 kilométerre alébb raksz, csak most mondtam valamit, nem tartoztok egy családhoz. Az az egy család, akik együtt élnek. Nyilvánvaló. Na most, ha te egy nagy háztömbben élsz, és abban van 28 család, akinek nem rokonod, az akkor az mind külön családja van, az nem számít, mert nem együtt éltek, nem egy lakásban éltek, érted? Tehát nem egy háztartásban éltek, érted? Világos ez? Tehát az a család, akikkel együtt élsz.
menjünk tovább, egy közösség. Mi a közösség? A közösség az például egy szervezet, mint például a miénk. Például egy vallási közösség, az is egy közösség. Egy szekta, az is egy közösség, persze. Jó, akkor például bármilyen közösség, az közösség. Egészen egy nemzeten keresztül, vagy egy országon keresztül, egészen a fajig, a saját fajtádig. A mi esetünkben a fehér fajig. Vannak különböző fajok, ugye van a fehér, van a barna, van a sárga, meg van a fekete. Jó? Az mind-mind külön faj, és ezáltal már nem tartozik a faji, tehát nem tartozik a közösséghez, az már más. Nekik az a közösségük. Akkor tartoznak bele ezek a különböző fajú közösségek, hogyha a negyedik dolgot nézzük, az pedig az emberiség. Világos ez? Tehát akkor már négynél tartunk, vagy te, vagy a család, van a közösségek, és van az emberiség. És abban benne van mind a négy faj. Majd jönnek az ezen túli dolgok. Jönnek az élőlények. Az élőlények. Ami azt jelenti, hogy rajta az embereken kívül, az emberiségen kívül minden élőlény, de hát az azt jelenti, hogy az élőlénybe valamilyen szinten beletartozik az emberiség is, mivel az élőlények része az ember, mint test. Oké? Okay? Tehát vannak az élőlények, na azon túl az ötödik, nem, hatodik, bocsánat, a hatodik pedig az élettelen dolgok, az összes élettelen dolog, ami a Földön létezik, illetve a világegyetemben létezik. Hoppá. Tehát a Hold is ide tartozik nekünk, a Nap is ide tartozik, stb. Stb. Sőt, a bolygók is ide tartoznak, amelyek körülvesznek minket. A csillagok ide tartoznak az anyaghoz, tehát az anyag tartozik ide. Jó, de a Földön belül ide, ha maradjunk a házunk tájánál, a Földön belül ide tartozik a víz, mint élek, annak ellenére, hogy életet táplál, de élettelen a víz. Ide tartozik a Föld, annak ellenére, hogy életet táplál, de akkor is élettelen maga a Föld. Jó, annak ellenére vannak benne mindenféle baktériumok, meg stb., de maga a Föld, maga az anyag, az nem élő. Világos ez? Tehát minden, ami nem élő, az ebbe a kategóriába tartozik. Azon túlmenően van még kettő. Ugye a hétnél jártunk, jön a hatnál jártunk, jön a hetes. A hetedik maga a gondolat, a tudás, a szellemiség, az értelem, a teremtő erő, nem a teremtő, a teremtő erő. Mert ugye a teremtő erő az gondolat alapján jön létre. Ez mind ide tartozik. Oké? Ide tartozik a lelkünk, ide tartoznak a lélek típusú lények, energialények. Ez mind a hetedik hajtóerő. És van egy nyolcadik hajtóerő, az pedig maga a teremtő. Oké? Okay? Tehát maga a teremtő az egy igen magas rezgésű lény, oké? Okay? Energialény, amelynek nem kell testet öltenie, mert maga az energiája az megtalálható mindenben, még ebben a tárgyban is. Oké? Okay? Tehát maga a teremtő az, amely azt a cél szolgálja, hogy a világegyetem előre haladjon és fejlődjön. Érted? Az egész világegyetem. Nem azt a cél szolgálja, hogy mit tudom én, megsemmisüljön a világegyetem, hanem előre haladjon és fejlődjön. Oké? Na most akkor megnézzük. A rombolás az jellemzően nem azt a célt szolgálja, hogy valami előre haladjon. Kivétel akkor, hogyha valamit azért kell lerombolni, hogy annak a helyére valami jobb kerüljön. Világos? Ez valami építőbb, valami pozitívabb kerüljön. Kivétel ez a rombolás. Na most például az emberek elnyomása az rombolás.
Világos ez? Ha például mondjuk állatokat valaki keftelésből gyilkol, nem táplálék szemszögéből, hanem keftelésből, csak azért, hogy gyilkoljunk, érted? Az, illetve ő jön, mert az állatokat nem gyilkoljuk, hanem őjük, az embert gyilkoljuk csak, bocsánat. Jó, tehát az embert gyilkoljuk, az állatokat őjük. Tehát, hogyha leölik az állatokat csak azért, hogy pusztuljanak, akkor az baj. De ha például azért ölik le az állatokat, mert mit tudom én, haszonállatokat ölnek azok az állatok, és ezáltal éheznek az emberek, akkor nyugodtan le lehet ölni azokat az állatokat, akik a haszonállatokat ölik. Világos ez? Vagy nem akik, hanem amik, bocsánat. Mert az állatok az nem akik, hanem amik. Jó, maradjunk ennyibe. Szóval, csak már lassan én is eltalulom, mert a tévében már más nem hallani, csak az állatokra is akik, már lassan a tárgy is aki, már egy autóra azt mondják, hogy aki. Személyes. Aha, igen, eszméletlen. Pedig ezt annak idején megtanították nekünk, még normálisan tanították, de szerintem a mostani iskolásoknak tudja, hogy nem normálisan tanítják ezt. Jó, tehát ugye az aki az mindig csak kizárólag és egy lehetett, az az ember. Az ami az meg lehetett állat, lehetett növény, lehetett tárgy. Így van. Jó? Na szóval, és ha ezt nézzük, ezt a dolgot, akkor ugye itt van ez a 8 terület, és ez a 8 terület az, aminek a javát szolgálod, annál jobb, annál etikusabb dolgot művelsz. Világos ez? Minél több ártalmára vagy ezeknek, annál etikátlanabb dolgot művelsz. Világos ez? Tehát egyszerű a képlet. Ezáltal az ember meghatározhatja a saját életét. Méghozzá elég szépen. Ezeknek a javát szolgálom, vagy nem szolgálom a javát. Milyen egyszerű. És minél inkább szolgálod ezeknek a javát, annál inkább pozitív dolgot csinálsz, és annál inkább fentről kapsz rá támogatást. Világos ez? Tehát amikor mondjuk van egy házas pár, és mondjuk a házas pár nem etikus dolgot csinál, olyat csinál, amit berzegő nem szeretne a másik csinálna neki, akkor az etikus? Vagy nem? Tehát hogyha a házaspárok olyat tennének a másikkal, ami berzegő szeretné, hogyha vele tenne a másik, akkor nem lennének házastársi problémák. Világos ez? Hát csak van egy ösztön. És lehet, hogy lakozik benned egy kis ördög. Magyarul olyan entitásoktól kapsz támogatást, aki arra ösztönöz, hogy olyan dolgokat tegyél, ami nem eléggé etikus. Sőt, etikátlan. Világos ez? Például az szerinted etikátlan vagy etikus, hogyha cseszegeted a másikat. Mit tudom, hogy beszélgettek, és egyszer csak elkezdesz vele ordibálni. Például az etikus. Vagy állandóan irányítgatod. Érted? Fogsz és parancsolgatsz állandóan neki. Vagy legalábbis te nem biztos, hogy úgy értelmezed, de a más, nem az a lényeg, hogy te hogy értelmezed, hanem az a lényeg, hogy a másik hogy értelmezi? Vajon az etikus? Nem. Tehát azon ezért el kellene gondolkodni, hogy az ember tanulja az etikát, akkor sokkal jobban meg tudja határozni azt, hogy mi az etikus és mi az etikátlan. Én tanultam etikát, csak nem olyan szinten, mint ahogy tanítom. Érted? Tehát én ahhoz képest, amit tanultam etikát, sokkal, de sokkal több
információt kaptam az etikával kapcsolatban, mint amit tanítottak nekem. Alapnak az jó volt, semmi baj nem volt vele. Ami azt jelenti, hogy arra az alapra rá lehetett építeni a tudást. De én azt láttam, hogy azok, akik az etikát tanították nekem, nem voltak etikusak. Érted? Tehát bort ittak, és vizet prédikáltak. És abban ott, ahol nekem tanították az etikát, én összvisz egyetlen egy etikus emberrel találkoztam csak. Az összes többi tele volt etikai vétséggel. Érted? Tehát én most meg tudom például határozni azt, hogy miért kell valakinek szenvedni mondjuk idősebb korban. Érted? Mert lehet látni, hogyha az ember visszanézi az életét, hogy mit tett, mennyi etikátlan dolgot művelt, és vajon vezekelte érte. Érted? Mi a vezeklés? Nem az önsanyargatás, nagy tévedés. Régen a középkorban ezt tanították, hogy az önsanyargatással kell vezekelni. Nem. Avval vezekelsz, hogyha mások felé jóvá teszed azt, amit elkövettél, tehát hogy értsed, te vagy B, avval szembe elkövettél ártó tetteket, olyat, amit bezzegő nem szeretett, vagy bezzeg te nem szerettél volna, hogyha vele tesznek, de avval már nem tudod jóvá tenni. De jóvá tudod tenni C-nél, D-nél, E-nél, érted? Stb. Stb. Ami azt jelenti, hogy ott jó cselekedettekkel le tudod vezekelni az ártó tetteidet. És én tudod, mit látok? Azt látom, hogy az emberek szenvednek idősként, mert elkövettek ártó tetteket, és nem vezekelték le. Oké? Okay? És képzeld el, ez úgy működik, ez egy csodálatos dolog. Amikor az ember elkövet ártó tetteket, már pedig mindenki követel ártó tetteket, még akkor is, mikor már tanulta, de még hibázik. És ez úgy működik, hogy amikor az ember elkezdi leróni a tartozását, az etika és a etikátlanság mérlegét kezdi kiegyenlíteni, érted? És kezdi telepakolni jó cselekedetekkel a mérleget, az azt jelenti, hogy először kezdetben szó szerint azért csinálja az ember, mert tudja, hogy elkövettem, és tudja, hogy jóvá kell tenni. De utána magát a jó cselekedeteket megszereted. És nem tudsz jó cselekedetek nélkül élni. Érted? Úgy megszokja az ember, képzeld el. Ami azt jelenti, hogy az életed részévé válik a jó cselekedet. És ez így működik mindenkinél, aki ezt csinálja. És ez azért nagyon jó, mert onnantól kezdve az életed olyan részévé válik, hogy a jó cselekedet, mivel egy nyújtás, egy adás mások irányába, ezért kapsz elég cserét. Világos ez? És mit jelent? Az azt jelenti, hogy nem fog szűkölködni. És az embernek mire van? Tehát mire van igazából szüksége? A szükségletei kielégítésére. Tehát hogyha teljes egészében ki tudod a szükségleteidet elégíteni, akkor annál minek több? Hm? Magyarázza már el nekem valaki, hogy minek több. Nem tudja ezt senki se elmagyarázni. Ezt tudod micsoda? Az azt jelenti, hogy telhetetlenség. A telhetetlenség az ártó tett. Mert a telhetetlensége véget az ember
felhalmoz, az mások kárára fogja tenni. Világos ez? Tehát most ugye édesanyámnak ürítjük ki a házát, így szépen apránként. Hát amint a kuka el tud vinni. Hát ha nem dobtunk ki 500 pár cipőt, akkor semmit. Érted? Ugye megkérdezném, hogy egy nőnek minek 500 pár cipő? 500. Tehát 500 pár cipő. Így van. Minek? Hát kiszámoltam, hogy körülbelül olyan 10 millió, 9-10-11 millió forint közötti összeget csak úgy elszórt. Érted? Csak úgy elszórt. Jó, mennyi idő alatt? 18 év alatt, vagy 17 év alatt. De ami azt jelenti, hogy ne, abból nem élt, elszórt. Érted? Tehát ennyiből élt, mert az energiával való foglalkozás, hogy eladjuk, érted? Én nekem nem, nincs rá szükségem, hogy eladjam. Fogtuk, kidobtuk, kész, ennyi. Érted? Az is energia, hogy oda elvisszük, érted? Nem érünk arra rá, hogy ilyennel foglalkozzunk, érted? A kuka meg ott van, az puff, beleggorjuk, azt kukás elviszi, azt ennyi. Nem érünk rá, ilyenekkel nem érünk rá foglalkozni, hogy ezt árusítsuk meg ilyen baromságok, érted meg? Elcipeljük ide vagy oda vagy amoda, nem érünk rá. De azt már Marian is beláttam, mert Marian azt mondta, hogy hát be kell vinni a ilyen helyekre. Hát már ő is górja be a kukába, érted? Hát ennyi. Nem érünk rá, nincs rá arra időnk. Annyi időnk van, hogy elszaladunk fél órát, azt kikukázunk, vagy egy órát ott vagyunk. Nincs arra időnk, hogy itt órákat ilyennel foglalkozzunk, érted? Nincs. Tehát mi mit csinálunk? Emberek, javát szolgáljuk. Abban nem fér már olyan be, hogy menjünk, aztán mit tudom, bevegyünk cipőket, vagy ruhákat, vagy ilyeneket, érted? Nincs rá időnk. Még arra sincs, hogy ilyenekre valakit megbízunk, meg azt oda kell rendelni, stb. Bonyolult az egész, értitek? Jó? És fogja, kikukázzuk az egészet, ennyi. Tehát millió forintokat kukázunk ki, amit kidobott anyu, nem érdekel, nem érdekel. Ha olyan dolgokat találunk, hogy egyszer nem használták, érted? Egyszer sem használták, egyszer. De rengeteg ilyen dolgokat, vadi új dolgok. Érted? És egyszer sem használták. Jó? Na, szóval lényeg az, hogy szükséglet. Ez nem szükséglet. Érted? Ez nem szükséglet. Ez nem, ez mit mondtam az előbb? Micsoda? Telhetetlenség, így van. Tehát egyszerűen kényszert érzett arra, hogy havonta a nyugdíjának a felét azt csak úgy elszórja, elköltse, érted? De annyit körülbelül. Jó? Na, hát de ezért mi van? Hát szenvedi szegény. Nem kicsit. Nem kicsit. Meg amilyen természete volt, én láttam milyen természete volt, mert együtt élt ugye nagymamámmal. Mármint egy udvarban, egy házban, két külön bejáratta. És én láttam, hogy tudott működni. Én nem csodálom, hogy most szenved. Nem csodálom. Oké? Hát csak az ember sajnálja a szenvedésért. De nem engedik el? Nem engedik el, érte? Hova nem engedik el? Nem engedik meghalni. Így van, nem engedik meghalni, még szenvedtetik. Így van. Hát most azért, hát most képzeljétek, most covidos lett. Csináltak neki egy PCR-tesztet, az covidos. Azt elvitték egy ízébe, hát hihetetlen, egy covidosok közé egy kórházba. De semmi baja nem volt, tehát tünetmentes covidos volt, csak úgy mondanám. Tünetmentes, teljesen tünetmentes. Vasból van egyébként az immunrendszer. De tényleg. Tényleg. Hát ez nem szenvedtetés, gondold végig. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy ez most csak kis kitérő volt, de térjünk vissza a lényegre. Tehát
itt van egy olyan tevékenységünk, ami a legnagyobb jót szolgálhatja az emberek és a teremtő számára és az egész bolygó számára. És ez mi? Az, hogy bevinni az embereket, hoppá, bocsánat, bevinni az embereket, na, mi nem indulsz el? Ja, mert nem oda kattintottam. Bevinni az embereket, hoppá, túlmentem, az aranykorba, ami csak egy átmeneti kor. Mi a lényeg? Hogy visszajutni abba a társadalmi formába, érted? Amit úgy hívják, hogy magasabb, rendű, szintű létforma. Érted? Mit jelent, amiről az imént beszéltem? Hogy képes legyél szellemlényként működni. Érted? Nem szellemként, mert szellemként működhetsz tényleg, ha meghalsz, nem mész föl ugye a fénybe, hanem itt maradsz a bolygón és húhogsz, és kísérthetsz. Vannak itt persze sok ilyen lény, amelyik itt maradt, nem ment el a fénybe, mert azt se tudta, hogy meghalt, azt hiszi, hogy él, tényleg azt hiszi, hogy él, alszik, álmodik, azt hiszi, álmodik, nem tudják. Tehát nem erre gondoltam, hanem arra, hogy fölkerülni egy olyan magas létformába, ahol visszakapod azt a sok millió éves tudást, amivel a lelked rendelkezett, és amit ugye időnként elvettek, de nem elvettek, mert elmentettek, elmentettek, jó? És ezt vissza tudod kapni, de ehhez kell egy átmeneti korszak, aminek 2035-re létre kell jönni a bolygó szinten. Ha nem jön létre az aranykor a bolygón, akkor itt nagy baj lesz, oké? Nagyon nagy baj, pont amiatt, mert hogy itt jelen vannak nagyon negatív entitások, akik kifejezetten azt akarják, hogy az emberiség energetikailag egy alacsony szintre süllyedjen, hogy ha az emberek egy alacsony energiaszintre süllyednek, akkor nagyon jó befolyásolhatóvá válnak. Ezért például már elérték azt, hogy az emberek ne jöjjenek ki egymással azon a szinten sem, amit úgy hívnak, hogy család. És úgy hívnak, hogy család. 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 A legtöbb ember otthon harcol. Otthon harcol. Hát a család az azért lett kitalálva, érted, hogy biztonságot hozzon létre. Nem egy olyan helyzetet, ahol az emberek harcolnak. Hát teljesen ellentétes a család elvével a harc. A legnagyobb biztonsági egysége az embernek, a legerősebb, nem legnagyobb, bocsánat, legerősebb biztonsági egysége az embernek a család. És ha a családban harcolnak a felek, és itt beleértve a szülő gyereket, nem csak a párokat, akkor az nem biztonsági egység. Akkor az azt jelenti, hogy a lenti entitásoknak tökéletesen teret engedtek az emberek, érted? Tehát hagyták magukat a lentiek által befolyásolni. Király! Ez igen, és ezt gondolod, a fentiek sokáig hagyják, hogy a lentiek itt átvegyék a hatalmat? Hm? Ezt mondom, hasonló, már többször mondtam, mintha neked lenne egy városod, a te városod, és akkor ott lenne egy vár, a várban meg ott lenne az ellenség, érted? És nem tudnád, mivel az egy jól védett vár, nem tudnád kiűzni őket, érted? Mit csinálnál a várral egy idő után? Fognád, fölrobbantanád az egészet, érted? Még akkor is, hogyha azt te hoztad létre, még akkor is, ha azt te építetted, világos ez? Még akkor is, ha kétkezi munkáddal építetted, akkor is inkább fölrobbantanád, inkább veszed egy kisebb egység, mint az egész, világos ez?
Tehát ez egy alapvető elv, hogy inkább vesszen egy kisebb egység, mint az egész. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ha egy közösségbe szeretnél lenni, ahol be tudsz jutni az aranykorba, és segítünk abban, hogy felkerülj a felső, visszakerülj a felső létformába, akkor itt a helyed. Ha nem, akkor örültem, hogy meghallgattad az előadást. Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok!